gyerekek magatartásában mi figyelhető meg, amióta meditálnak? Hát kezdő pedagógusnak számítok még ezen a pályán, mert nem olyan régen végeztem el a főiskolát, és szeptemberben kaptam egy nehezen kezelhető osztályt, én lettem az osztályfőnökük, és nekem nagyon nehéz volt megbirkóznom az első néhány hétben, az első néhány hónapban ezekkel a problémákkal, amikkel ők rendelkeztek, mert már a tavalyi évben is, és már alsóban is elég sok gondjuk volt a pedagógusoknak a gyerkőcökkel. Most 12 éves korosztályról beszélünk, és az az igazság, hogy sokan vannak, tehát a mi iskolánkhoz képesti osztálylétszámot felülmúlják. Sokan vannak, és minden gyerek egy teljesen más személyiség, más háttérrel, más családi körrel, más gondolatokkal, más jövőképpel, és az a helyzet, hogy nem igazán viselkedtek toleránsan egymással szemben, és nem igazán viselkedtek úgy, mint egy osztályközösség. Nos, volt egy-két olyan gyerkőcöm is, akinek kifejezetten magatartásbeli problémái voltak. Eljutottunk az egyik tanítványommal olyan szintre, hogy már pszichológusi vizsgálatot kellett, hogy kérnem, mert nem tudtam hova tenni a viselkedési problémáit. Nagyon csúnyán beszélt, nagyon hamar felkapta a vizet és agresszíven viselkedett a társaival szemben. És tudom nagyon jól, hogy a gyereknek is és a szülőnek is kiírtak egy X órás vizsgálat sorozatot. Nos, én úgy gondolom, hogy amikor ezeknek a vizsgálati sorozatoknak vége volt, különösebb változást nem mondhatnám, hogy tapasztaltam. Talán mintha egy kicsit nyugodtabb lett volna, de nem volt igazándiból jellemző, hanem miután megtanulta a technikát, azután lehetett látni nála igazán egy radikális változásokat, mert most már el tudom mondani azt, hogy részt vesz az órai munkában, a kollégáink nem panaszkodnak rá, hogy nincs házi feladat, nem dolgozik órán, piszkálja a társait. Mindenben részt vesz, sokkal türelmesebb az osztálytársaival szemben, és most már abszolút nem piszkálódik. Most már azt az egyet kellene valahogy megfordítani, hogy a társai ne legyenek előítélettel tele a gyerekkel szemben. Tehát ő most már változik, és nagyon a jó irányba megy el, most már a társainak kellene még inkább türelmesebbnek lennie velük szemben. Aztán egy másik tanítványom, ő például mindenből ötös, tehát lehet neki tűnő tanuló is, egyetlen egy problémája van, magatartásból soha nem tudtam neki ötöst adni. Eddig volt neki 3-as is, volt neki 4-es is a magatartása, fél évi osztályzata 4-es lett. Viszont az előző havi magatartás jegyére most már tudtam neki 5-öst is adni. És ugye az előző hónapban sajátították el a technikát, és úgy gondolom, hogy ez ennek lesz köszönhető, hogy idáig eljutottunk ezzel a gyerkőccel, és az egész osztályra ugyanez vonatkozik. Egyetlen egy gyerek nem gyakorolja a technikát, és minden változik abszolút. Hogyha az egész felsőről beszélünk, az egész felső tagozatról, ez 10-től 14 éves korosztályig terjed, most már szabad programokon tudnak normálisan, kulturáltan együtt játszani, vita, veszekedés, problémák, aztán kiabálás nélkül. Ez nagyon nagy előrelépés nekünk, mert rengetegszer volt ilyen problémánk. És úgy gondolom, hogy nagyon sokat gondolkoztunk a kollégáinkkal azon, hogy milyen technikát lehetne gyakorolni, vagy kipróbálni, hogy ezeket a problémákat megszüntessük. Semmi nem volt igazán megfelelő, és most már úgy gondoljuk, hogy jó, hogyha a pedagógusi praktikák nem jönnek be, akkor valamilyen nevezhetni alternatív technikának, azokat is ki kell próbálni, és nagyon úgy néz ki, hogy be is jön. Pozitív, abszolút pozitív. Igen, és a tanulmányi eredményekben mi látszik? Tanulmányi eredmények terén az látszik, hogy sokkal inkább, hogy is fogalmazzak, minden gyerek megpróbálja felülmúlni
azt a tanulmányi eredményt, amit eddig produkált, sokkal kitartóbbak lettek, és sokkal nagyobb akaraterő van bennük. Lehet, hogy egy-egy gyereknek a szellemi képessége bizonyos határokat szab, hogy elérjen egy eredményt, de az már mindenképpen nagy előrelépésnek számít, hogyha ő maga szeretné áthidalni, és szeretné átlépni azokat a határokat, amiket a képességei adnak neki. És én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat számít ez.